Tehát, hogyha ide állna velem szembe, ezt tökéletesen megköszönöm. Azt lerakhatja azokat a történet. Elég jól néz ki. Nekem tetszik. Ezzel a menetfelszereléssel. Na, nézzük csak. Ez a kommunikációs tréningen nem mondták önnek, hogy zsebre nem tesszük a kezünket? És ha fázik, mert lefagyott a földnek a túrásával, én dolgos ember vagyok egyébként. Akkor sem. Miket tanítanak önöknek a kommunikációs tréningen itt a Jobbiknál? Mindent igazából, különböző szituációs játékok vannak, vitára készítenek, illetve sajtótájékoztatót kellett ma tartani. Elmondhatjuk azt, hogy áramlik a pénz a lovasportba? Áramlik, soha ennyi pénz nem volt. Látja az eredményét? Semmilyen eredmény nincs. Soha ilyen kevés ló még nem volt az országban, de soha ennyi pénzt nem öltek az országban. És akkor ez hogy lehetséges? A lovaságazat egy állami pénzmosoda. A lovaságazatban több vezető ellen van eljárás. És küzd azért ön, hogy ezek az emberek börtönbe kerüljenek? Nézze, nem én fogom őket börtönbe juttatni. Ők juttatják saját magukat, hogyha ezzel az úton haladnak tovább. Lehet, hogy nem vagyok egy profi tévés, rádiós vagy újságíró, mint mondjuk önök, de úgy gondolom, hogy merek beszélni. De talán azért is merek beszélni, mert nincs mit féltenem. Látjuk, hogy rengeteg politikus igazából elfut a kamerák elől. Én úgy vagyok vele, hogy aki engem megkérdez, annak én nagyon szívesen válaszolok, és szeretném, hogy ez 20 év múlva is így lenne. Szeretné, vagy tudja, hogy így lesz? Ez biztos, hogy így lesz. Rajtam nem fog múlni. Hogy ez a meglepetés? Péter Fűrit üdvözlöm. Jó, de jó. Arra nem számítottam tényleg, hogy ilyen kollektíve letámadnak a jobbikosok. Tehát erre nem számítottam. A jobbikosok mindig együtt, mindenütt ott vannak. Mindenütt? Mi a cél itt most, itt reggel hajnalán? Mire készülnek egyébként így országjárásnál? Most komolyan mondom, tehát előbb szakadt az eső. Ha fúj, ha esik, önök mennek? Mert végig gondoltam azt, hogy sok fórum nem marad abból a szempontból, hogy a televíziók nincsenek az önök kezében, újságok sincsenek, tehát hogy egyetlen lehetőség marad akkor egyébként a fórum. Az utcán találkozni az emberekkel. És minden? Ha esik, ha fúj. Jobbikosok vagyunk, azt mondjuk, hogy egy picit szemetel az eső, akkor attól nem fog megijedni. Mégiscsak jobbikosok vagyunk, kihangsúlyozom, nem ijedünk. Nincs semmi, amitől megijedünk. Semmitől nem félünk. Főleg, hogy Andrea itt van, ő tartja itt a frontot, meg az ostort leginkább, úgy látom, nem? Igen. Milyen csapatba érkezett, hallja ezt? Igen, ezt kiegészíteni. Ostorral jár a hölgy, csak szólok, tehát hogy én ismerem őt. Hát ez nálunk, mint lovas családból származunk nálunk, ezért magas labda. Napi rutinhoz hozzátartozik, hogy azért az ostor, a korbács az a kézben van, de egyébként az emberek azt várják, hogy végre süssön ki a nap tulajdonképpen, és ne esőbe és borúba kelljen élni az elkövetkezendő 4 évet, hanem süssön ki a nap, és legyen végre kulturális szakmai kormányzás az országban. Ez nekünk egy kényszerpálya is, tehát mivel a médiában a lehetőségeink korlátozottak, kénytelenek vagyunk lábon megnyerni ezt a kampányt, ezt a választást. Nem akarom az adásidőt és a műsoridőt rövidíteni, de 8:30-ra van meghirdetve a kis külső fórumunk, és az első helyen a választópolgárok állnak. Első helyen? És hogy dobjuk a tévét, értem, pattintok. Jó, megettem, mehetünk, ígérem. De most ki mennek, vagy ki is? Igen. Ettünk egy kis hurkát szagyárújjammal, és nagyon finom volt. Úgyhogy hát nagy örömmel jöttünk ide, de az ország helyzete az túlságosan sok örömre jelen pillanatban nem ad okot. Nekem tulajdonképpen idézőjelbe veszíteni valóm nincsen. Nekem van egy olyan egzisztenciám, amivel én nem a megélhetési politikusok sorába kívánok belépni, hanem ezért a választókerületért, Nagykátáért szeretnék tenni. Azért itt, ha leszáll az éj, akkor azért vannak problémák a közbiztonsággal, az az igazság, illetve jó közvilágítás lehet, nem jó? Embert bíztak meg azzal, hogy világítson. Vagy érti? Van, vagy nem. Érti, mire célzok? Igen. akkor én is adok egyet, ez angol nyelvű, de az a... Szervusz, szia! Ja, bocsánat, itt is vagyok a polgármesterük. Szerintem egy jó szlogent találtam ki, hogy is mondtam, hogy ők a pénzükért küzdenek, mi az életünkért. Tehát, hogy... Hát, igen. Lépten megállunk valahol. Egész Nagykátán van probléma? Így méterenként? 2018-ban úgy gondolom, hogy egyetlen egy településen sem szabadna így kinézni. Voltak egyébként Nagykátán szelektív hulladékgyűjtő konténerek, egyszer csak az önkormányzat megszüntette. Egy héttel ezelőtt föl is számoltunk egy ilyen szemétkupacot, ahol olajos kannákat, olajos hordókat vittek ki, na az már nekem is sok volt. De miért önök számolták fel? Miért nem az önkormányzat? Nekünk szól a lakosság. Nagykátának több része van, ami kiesik a központból. Többek között most is ide tartunk, az erdőszőlői részen. Itt volt iskola, itt volt buszjárat, minden volt. Igazából itt most megszüntettek szinte mindent, sorsára hagyták az embereket. Nincs közvilágítás. Én úgy gondolom, hogy amikor itt él 250 ember, akkor ezeknek igenis még régen a kommunizmusban is biztosítottak oktatást és megfelelő ellátást és bejárást és stb. Most nem ez van. Meg is érkeztünk egyébként. Igen. Itt a hölgy. Vár minket? Igen. Itt nem fogunk, ott álljunk meg szerintem. Itt egy kicsit följebb, igen. Itt a buszmegállóba, hogy a magas sarkus legyen. Laposba vagyok, laposba, jól megnéztem. Jól van. Terepre jöttünk, készüljek fel, azt mondta. Csinálni? Miért kérnek segítséget önök? Én azért kérek segítséget, mert már ezt az épületet többször kértük az önkormányzattól, helyi lakosok, hogy legalább nekünk is legyen hol összegyűlni, mint a helyi lakosság. A gyerekeinknek akartunk internetszobát, mondjuk már az én lányom már kinőtt az internetszobába, vagy ahol összejövünk. Ez az épület itt megy tönkre. Ez csak arra van, hogy a jelenlegi párt pályázatokat vesznek fel, és a művészek erről pályáznak be. Volt polgármester, tetőfelújításra volt pályázat, tető ugyanúgy maradt, ahogy most van. Tehát azt mondja, hogy pályázati pénzeket lenyúlnak? Persze. Igen. Meg kellene vizsgálni, hogy hova tűntek azok a pályázati pénzek, amiket erre a romos épületre igazából ráköltöttek, hisz amennyit ráköltöttek, ennek már nem így kellene kinézni, hanem egy gyönyörű palotának. Mindig ilyen nyugodt ez a ló? Ő a legizgágább, ő a legnehezebb természetű lovunk, így befogás szempontjából, igen. Kaptam is a kollégáktól hideget, meleget, hogy milyen nehezen lehet ezt a lovat befogni. Hát azóta azért megneveltük, nagyon sokat alakult. A igyesekbe és most rúgja. Már teljesen rendben van. Nem szoktak ilyeneket. Tisztelik az embert. De lehet, azért... hogy most több baja van az emberekkel, mint az állatokkal, nem? Kicsit. Mindig is ez így volt. Mindig is ez így volt? Sajnos mindig is. Bármelyik, a legvadabb csődört is meg tudtuk eddig szelidíteni. Az utóbbi évben 17 lovat tanítottam be teljesen a nulláról, 17-et sikerült egyébként betanítanom. De elmondja, hogy honnan a lovas szerelem? Én ebben nőttem bele. De hát úgy volt, hogy nem is lovagolhat. Főleg, hogy asztmás volt. Igen. És akkor csak kinőtte azért szerencséjére. Sors hogy asztmás és allergiás voltam lószőrre. Ezáltal úgy gondoltam, hogy ha már nem csinálhatom, akkor írok róla. Ezért lettem igazából diplomás újságíró. 2005-ben diplomáztam kommunikáció szakon a Szegedi Tudományegyetemen. Csak időközben kinőttem az allergiát, kinőttem az asztmát. Úgyhogy most már igazából 2006 óta aktív és igazolt sportoló vagyok, és versenyző, a Tápió-Szentmártoni Kincsem Lovaspark fogadhajtója. És akkor nem kérdezték meg, hogyha én egy sikeres sportoló, eredményes sportoló, akkor mi a francot keres a politikában? Hát erre meg kellene kérdezni azokat a politikusokat, akik teljesen átpolitizálták a sportágat, hogy miért tették ezt. Sokkal jobb helyzete volt az egész lovaságazatnak, még a kommunizmusban is. Annyira átpolitizálták jelenleg ezt az egész ágazatot, hogyha bármit akarsz kezdeni, és erre ott van Czerván György államtitkár levele, amit hozzám intézett, fürge, maradj csöndbe. Egy kutya is van a boxban egyébként. Hallom. Azt találta nyilatkozni a államtitkár úr, hogy ma Magyarországon igazából nem lehet az szövetségkapitány, aki akár egy ellenzéki médiának is nyilatkozik. Magyarul, ha önök most mondjuk ellenzéki médiához tartoznak, és én még mindig szövetségkapitány lennék, akkor több mint az, hogy holnaptól nem lenne állásom. Segít szétrugnak. De hát szerencsére vagy nem szerencsére, de eltávolították, úgyhogy nagyon. Erről majd beszélgetünk, de hogy lehet az egyébként, hogy ön is látja, hogy minden szövetség élen, minden sportszövetség élen egyébként fideszes politikus áll. Ön szerint ez rendben van? Az ő szemszögükből rendben van. Meg kell nézni a TAO pénzek elosztását, igazából meg kell nézni a Szilvásváradi Államényes Gazdaság abszolút eredménytelen munkásságát, és mégis 7 milliárdot kapnak. Meg kell nézni a Nemzeti Lovarda felújítását, hogy mi értelme van most Budapesten egy lovardának, ahol a lovaknak se egy karámja nincsen, se egy komolyabb kifutó, egy normális vágtakör nincsen igazából, de felújítottuk több milliárdért. Ugyanott van, ott vagy Kisvárdán, termálvizes lórehabilitációs központot építenek. Abszurdum, és úgy gondolom, hogy nonsens. Áramlik, tehát elmondhatjuk azt, hogy áramlik a pénz a lovasportba? Áramlik. Soha ennyi pénz nem volt. Látja az eredményét? Semmilyen eredmény nincs, sőt az utóbbi években minden szakág, a díjugratás, a díjlovaglás és a fogadhajtás is. Csökken a létszám, csökken az ország ló létszáma, soha ilyen kevés ló még nem volt az országban, de soha ennyi pénzt nem öltek az országba. És akkor ez hogy lehetséges? Miért kapnak? Eltűnik a pénz. Eltűnik a pénz. A lovas ágazat egy állami pénzmosoda. Pénznyelő? Pénznyelő. Pénznyelő. Nem csak pénznyelő, mert nem nyeli a pénzt és nincs eredmény, mert el se jut a pénz azokhoz, a gyerekekhez például, akiket én képviseltem, mint szövetségkapitány, hanem egyszerűen, nem esszük meg a kamerát, hanem egyszerűen értelmetlen beruházásokba megy, és azok az értelmetlen beruházások is igazából olyan gyenge műszaki tartalommal, olyan gyenge szakmai alappal rendelkeznek, mint a Szilvásváradi Lovarda, amit igazából 3 rendezvény után be kellett zárni. Hát nyugisabb lenne az életem itt, mint a politikusokkal egyébként. Igen. Jó lehet kivezetni őt is. Gyere. Gyere szép. Gyere szép. El kell menni a kocsi hátuljához, a rúd. Aha. Hát egy profi kérem szépen. Gyere. Ön egy pályát tévesztett, hölgy, úgy látom. Látja. Azért mondtam, hogy ha esetleg meggondolnám magam, igen, és elegem lenne a politikusokból, akkor jövök. Itt legalább, ha tudjuk, hogy egy ló megrúg, akkor tudjuk, hogy miért történt. Egy politikusnál, mikor megrúgja vagy hátba szúrja, nem biztos, hogy tudja, hogy mi volt az indok. Jó, de ő magáról is beszél, csak szólok. Mivel most már felcsapott politikusnak. Igen, én remélem, hogy ebben is nagy változás lesz az országban, és tényleg egy új felvirágozás következik be Magyarországon. Úgy gondolom, hogy amennyi pénz most áramlik be ebbe az országba, itt tényleg egy Svájctól is jobb országot építhetnénk. Azért kell most önnek fognia a lovakat, mert az összes lovász, az összes tehetséges lovász kint van külföldön, és külföldön 1500 eurót holnaptól megkeresik sajnos. Úgyhogy a szakma szenved. Úgy érzem, picit dühös. Én sosem vagyok dühös. Hát akkor ilyen nyugodtan viseli azt, hogy ellehetetlenítik? Alapvetően egy optimista ember vagyok. Bízom a szebb jövőben. Aha. De azt el lehet mondani, hogy egy kiábrándult fideszes. Sosem voltam fideszes, soha nem voltam egyik pártnak sem a tagja, mai napig nem vagyok egyébként sem a Jobbiknak, sem más pártnak tagja. Nem is kívánok párttag lenni. Hát de mégiscsak a Fidesz szavazó volt? Szavaztam a Fideszre, igen. Bíztam bennük, szavaztam, mint ahogy ugye nagyon sokan szavaztunk a Fideszre. Nagyon nagyot csalódtunk. De 2014-ben szavazott rájuk? Igen. Hát de még 2014-ben nem látta még ezt a változást? Akkor még úgy gondoltam, hogy most őszinte legyek? Igen. Talán eleget loptak ahhoz, hogy most végre adnak a szakmának is vissza. És ez nem hogyan tudott ehhez akkor asszisztálni? Már bocsánat, hogyha látta, hogy lopnak. Nem azt láttam, hogy loptam, akkor még ugye nem voltam voltam szövetségkapitány, nem láttam bele ennyire a dolgokba. De most mondta, hogy azt gondolta, hogy eleget loptak már ahhoz. Most így utólag egyébként, de akkor még ugye nem foglalkoztam én ugyannyit a politikával tulajdonképpen. Annyit tudtam, hogy Czerván György is egyébként édesapámat támogatta helyi szinten. Édesapámat 30 év után viszont eltávolították fél évvel ezelőtt abból az istállóból is, ahol őt tulajdonképpen engedték fölnőni, engedték érvényesülni. De most mondhatják azt a fideszes politikusok, hogy ön egy sértett ember, és azért lépett, és pont az ellenfeleikhez épp be. Ez is az, hogy ki az ellenfél, ki nem. Rengeteg fideszes politikus, alpolgármesterek, jegyzők, volt jegyzők, volt alpolgármesterek, volt önkormányzati képviselők, megkerestek az utóbbi időben, hogy Józsi, láttad, mi lett ezekből? Mi sem gondoltuk soha. Veled vagyunk, melletted vagyunk, mi is hasonlóan gondolkozunk, mint te. A Fidesz páros lábbal rúgja ki igazából maga közül úgy gondolom az értelmiségi holdudvarát. De akkor se értem, bocsánat, segítsen, vissza kell térnem ehhez. Hogyan engedhette, hogyha látta, hogy lopnak? Hogyan engedhette? Miért engedte? Miért nem szólt előbb? Én nagyon-nagyon-nagyon régóta jártatom a számot. Én 2001 óta vagyok fotóriporter és újságíró. Nagyon-nagyon sok cikket elő tudok venni a lovas ágazatba, ami ugye engem érdekelt. Én folyamatosan... Írt a korrupcióról? Beszámolt róla? Rengetegszer. A csalásokról, a versenyekről, ugyanúgy... És történt ebben bármikor is feljelentés, ügyészi vizsgálat? Bármi volt? Igazából úgy gondolom, hogy ez az én hatáskörömet ugye meghaladta. Mellettem, amikor én felhoztam ezeket a dolgokat, kiállt az egész szakma, nagyon sokan kiálltak, 14 nagyon-nagyon nagy nemzetközi eredményt elért fogadhajtó kiállt mellettem, és azt mondták, hogy csináljunk valamit. A Magyar Lovas Szövetség alelnökéhez, Mondok Józsefhez Izsákra bementek a polgármesteri hivatalba, ugye Izsákváros polgármestere, a Magyar Lovas Szövetség alelnöke, és letették a levelet az asztalra, hogy csináljanak valamit. Én személy szerint megkerestem Lázár Vilmost, a Magyar Lovas Szövetség elnökét, személyesen tárgyaltunk, megadta a mobilszámát, szó szerint szinte könyörögtem nekik, hogy tegyetek valamit. Ez nem úgy történt, hogy én megsértődtem, és én most hirtelen kitaláltam, hogy országgyűlési képviselő legyek, hanem ez több 10 éves folyamat tulajdonképpen, ahová eljutottunk, ami már-már egy csalódás valóban, hogy semmilyen levélre, semmilyen feljelentésre, semmilyen kézzelfogható magyarázat nem történt. Semmi nem történt, semmi. Ezek a lovak nagyon menni akarnak. Igen. Induljunk. Jó. A Fidesz győzelmének az a kérdése, hogy mennyien mennek el szavazni. Ha sokan mennek el szavazni, akkor a Fidesz nem tudja ezt a választást megnyerni. Mindenki menjen el szavazzon arra a pártra, ami a legszimpatikusabb, aztán győzzön a Jobbik. Egyénibe pedig Bozsik József. Itt nincs más lehetőség. Addig fogom rugdosni vagy Orbán Viktor, vagy Pulona Gábor ajtaját, amíg itt valami fejlődés nem lesz. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter egy kormányinfón azt tanácsolta Czerván Györgynek, hogy egy kávé mellett tisztázza azt a konfliktust, ami kettőnk között, illetve a családom között kialakult. Én mai napig várom Czerván György telefonhívását, de ez sajnos nem érkezett meg. És valóban Vona Gábor fölhívott pár napon rá, számomra volt a legnagyobb meglepetés, semmiféle agitálás, vagy Jobbikba belépésről szóba nem került. Szerintem Gábor tudja, hogy hogyan kell finoman beférkőzni. Pontosan tudta, hogy egy kiábrándult fideszesről van szó. Ez egy jó marketing stratégia is lehet egyébként az ön szempontjából, hogyha így nézem. Amikor fölhívtam Józsefet, és ezt ő is elmondta, semmiféle politikai agitáció nem volt, hanem mint az ellenzék legerősebb pártja, láttam, hogy van egy volt szövetségi kapitány, akit meghurcolnak azért, mert kiállt a szakmai álláspontja mellett, és úgy éreztem, hogy kötelességem ezzel az emberrel beszélnem. És én azt éreztem rajta, hogy ez egy felelősségérzetet ébresztett föl benne. Ugye sokan vannak úgy, hogy kapnak egy ütést, és akkor hazamennek és nyalogatják a sebeiket, ő nem egy ilyen típus. Hogy mennyi ideig vacillált azon, hogy igazából politikusnak álljon? Egy másodpercig sem. Amikor Vona Gábor felkért, és azt mondta, hogy van időm ezen gondolkozni, számomra nagyon meglepő volt, de annyira megtisztelő volt ez a felkérés egyébként, hogy én mondtam neki, hogy nem gondolkozok ezen. Hát ilyenek a magyar utak. Itt a környéken végig ilyenek? Igen, borzalmas állapotban van a 31-es főút is. Toldozzák, foldozzák, pár kilométeres szakaszokat megcsinálnak, de hát borzalom. 12-13 ezer ember él itt, ahol most vagyunk, Nagykátán. És mégis ilyen utakon kell közlekedniük, munkahelyet nem találnak, a buszközlekedés, vonatközlekedés is katasztrófa. Akkor mit hoznak ide-vissza igazából a képviselők? Mit oszt vissza a helyi országgyűlési képviselő? Hát de most mondja, hogy jönnek vissza azért, tehát felújítják azért az iskolát, vagy az utat. Látványfelújításokat végeznek. Igen. Kívülről bebulkornak egy iskolát, kicserélnek 25 ablakot 168 millió forintért. Abszolút. Igen? Ön szerint ez nincs rendben? Mérnökök szerint, építészmérnökök is igazából a hírére járnak, hogy ez túlárazás van, azt érzi? Túlárazás. Mindenben? Vagy ezt hogyan látják itt a körzetükben? Én úgy gondolom, hogy lassan mindenben. De mind tapasztalt? Mi az, amire bizonyíték van, ami túlárazás? Amiről azt gondolják, hogy ott valami csimlisség volt? Hát nem árulhatok el mindent. Még most azért messze van a kampány. Az ütőkártyáikat a végére tartogatják? Maradjunk annyiba, hogy naponta hoznak be hozzám dokumentumokat, rengeteg bizonyítékot. Naponta jönnek fel újabb és újabb csontvázak. Én nem gondolom azt. Hát az úthálózat állapota mindent elmond, hogy egyébként ott megcsúszott egy autó, és pont benne van az árokba. Tényleg? És tudom, lehet, hogy oda megyünk és megkérdezzük, hogy van-e valami segítségre szüksége. Jó napot, szervusz! Jön már valami segítség? Jó van, minden rendben? Jó van. Sajnálom. Óvatosan. Nehéz lehet azért így visszajönni a nagy nyugatról önnek, és itt szembesülni a magyar valósággal. Katasztrófa. Ennyire? Katasztrófa. Én Németországban éltem több évet, Franciaországban, Hollandiában. Nézzék meg ezeket az utakat. És ez a főút. Kátyúmentesítenek, és megáll a víz. Hát sokkal nagyobb kátyúkat okoznak a kátyúmentesítéssel. Hát áll a víz a főúton. Ez egy ilyen magyar módit. Ide csináltak egy ilyen bicikli átkerőt, mi lett belőle? Kátyú. Itt mindenből kátyú lesz. Na jó, feltettük, meg kibírta. Egyet megrántotta be. Jó. Sanyi, a csontit csukd be! Csonti helyedre! Mehetünk? Megvan mindenki? Hát, jó. Falkó. Aha, már nem olyan nyugis ez a pacika. Ilyet egy póni. Igen, az is van. Itt a... Akkor ez... Hát tényleg nem értem, hogy miért kezdett el politizálni. Olyan jó itt a nyugalomban. Mert azért ettől sokkal többre érdemes az egész ágazat. Olyan komoly állategészségügyi problémák vannak a lovaságazatban, nincs gazdája, nincs állami szinten gazdája, nincs egy államtitkár, nincs egy miniszter, aki a lóhoz értene, és igazából ez egy teljesen, bocs, idézőjelbe téve szakmai fertő, ami most van. Hány ember van ön szerint, akinek remeg a léc? Vagy most nem tud kényelmesen és nyugodtan aludni otthon? Én úgy gondolom, hogy egyre többen. Most tényleg nem akarok személyeskedni, a lovas ágazatban több vezető ellen van eljárás, több szövetségi kapitány ellen van eljárás. És küzd azért ön, hogy ezek az emberek börtönbe kerüljenek? Nehéz kérdés, kénytelen leszek. Ők rontották el az életüket, annak ellenére, hogy emberileg nagyon sokat a barátomként tisztelek. Tényleg? És igen. A barátait börtönbe fogja juttatni? Nézze, nem én fogom őket börtönbe juttatni. Ők juttatják saját magukat, hogy ezzel az úton haladnak tovább. Hát már elindultak, akkor csak le kell leplezni. Igen. Egy picit kocorászunk, picit elkezdünk ügetni, mert jó. A Jolly nagyon szeretne menni. Igen. Falkó az nem annyira, de neki meg muszáj lesz. Jó, de az érdekel, mert ott a lovak megszakították a beszélgetésünket, pont amikor így a fülét megfogtam volna azzal kapcsolatosan, miért asszisztált azokhoz a dolgokhoz? Hát én is benne voltál ebben, szövetségi kapitányként volt. Az nem lehet, hogy csak az utolsó években látta azt, hogy mi történik. Előtte is látnia kellett. Hogyhogy nem látta? Folyamatosan. Vagy nem akarta látni. Azért valljuk be őszintén. Nem, folyamatosan lett ez idézőjelben rossz. Ez 5 éve jobb volt, 10 éve még jobb volt, 20 éve még jobb volt, 30 éve a csúcson voltunk. Ezeket az állami beruházásokat az utóbbi 2 évben csinálta a kormány. A magyar közlönyből értesültünk, hogy jönnek a milliárdok, és láttuk, hogy elmennek a milliárdok. Aha. És a gyerekek egyre kevesebben vannak, és a lovak egyre kevesebben vannak, és mégis jönnek a milliárdok, épülnek a stadionok, a szakma pedig kivándorolt. Azt hittem, hogy ezért egy köszönet lesz. Azt hittem, hogy ezért... Megköszönték, segbe rúgták. Ezzel sajnos a köszönet, ez ellen lázadt fel. Azért emberileg ezt nem lehet egyszerű megemészteni, hogy ez a köszönet, nem? Úgy tűnök, mint aki meg gyötört ember lenne. A feleségem tudja, mit mondott ezután? Miután én hazamentem, és a Lovas Szövetség megmondta, hogy így is úgy is el fognak távolítani, inkább adjam be a lemondásomat magamtól, talán még ki is tüntetnek, megköszönik a munkámat és vége. Azt mondta a feleségem, akkor megkérdeztem, hogy drágám, mit csináljak? Most kivonjam a kardot és végre elkezdjek küzdeni, vagy beálljak a sorba, és meghunyászkodjak, kitüntetnek és el vagyunk. És azt mondta a feleségem, hogy el se vállalhatod volna. Jobban járnék, sokkal szebb tanyám lenne, sokkal jobb lovaim. Lehet még a Szilvásváradi is engem szponzorálna, hogyha beálltam volna a sorba. Rommá fagytunk, úgyhogy egy tea vagy kávé, vagy valami, ami meleg. Lehet ilyet a háziasszonytól kunyerálnunk? Persze. Ja, kávé? Jó. Az nekem kávé, az tökéletes. Csak így esdekelnék egy kávéért, ami meleg. Az ura megfagyasztott. Mit szólt akkor, amikor bejelentette? Hát először néztem egy nagyot. Hogy ő is a politika azért? Hát vagy hogy mi lesz ebből? Nem tudom, én nem tudtam róla elképzelni, mert nem politizált így régebben. És akkor igazából fél éve aktív politikus? Idézőjelben? Igen, igen. 1 évvel ezelőtt volt az ominózus stadionavató decemberben, amikor ugye átadták a Szilvásváradi Ménes Gazdaságnak ezt a lovardáját, amit utána megkritizáltam, és körülbelül pont 1 éve lett ebből egy pár cikk, és akkor hívott fel ugye Vona Gábor. Hogy volt ez? Mert ugye egy telefonbeszélgetés volt az, ami utána bejárta a sajtót azzal kapcsolatosan, hogy önt megfenyegették, ugye? Igen, igen. Én azt vártam, hogy felhívnak, De bocsánat, ebből a fenyegetésben mi volt? Mi volt ebben a telefonhívásban? Mert ugye a nézők nem feltétlenül tudják, hogy miről beszélünk, mondjuk el nekik. Igen, igen. Igazából ebből a telefonbeszélgetésben az volt, hogy Czerván György, ugye államtitkár azt mondta nekem, hogy miért nem néztem meg azt, hogy kinek nyilatkozok, és ha nem tudjuk, hogy kinek nyilatkozunk, és az nem kormányközeli, akkor nem nyilatkozunk. És ezzel ellen én ágáltam, hogy már pedig engem, ha megkérdez valaki, akkor én szeretnék nyilatkozni és elmondani a véleményem. És akkor erről elmondta, hogy akkor sem szidjuk a kormányberuházást. Hogy jön egy szövetségi kapitány ahhoz, hogy szidja a kormányberuházást, hisz a kormánytól kapja a pénzt. És itt mondtam neki, bolckodjunk már, vagy valami hasonló volt, nem? Ne bolckodjunk már, és én mondtam, hogy uram, én egy forintot nem kaptam sem a kormánytól, illetve azért küzdök éppen, hogy a szakma, a gyerekek, a pónifogathajtók, a juniorok, a fiatalhajtók és a gyermekek kapjanak pénzt, és nem kapnak, csak felesleges állami beruházásokba öljük a milliárdokat. És ezre igazából az volt a válasz, hogy ha nem maradok csöndben, akkor bajom is származhat ebből. És baja is származott. Hát mégis igazat mondtak. Én az első ember lesz, akinek megköszönöm az országgyűlési képviselői posztot, az Czerván György lesz, ugyanis ha ő nem lenne, akkor most nem beszélgetnénk itt. Dúró Dórától kérdeztem meg, hogy alkalmasnak találnak önök arra, hogy politikus legyek, és azt mondta, hogy senki sem születi politikusnak, se ő, se én, ezt mindig hozta az élet, és itt a mi kis gyümölcsünk. Szia, jó! Szia, jó! Itt a papi. Megismered? Még megismered. Nagyjából, ugye? Ennyi munka után csodálkozom. Szia, jó! Hogy hívnak, Manó? Hát abban már alszik, József. József, mint az apja természetesen. Tartjuk, nem is kaphatott volna más nevet, nem? A kedves feleségem, ő más nevet szeretett volna neki adni, de megegyeztünk, hogy ha lány lesz, akkor ő nevezi el, hogyha fiú lesz, akkor mi. Én ha igazából most bármi történik, én akkor is igazából hála a jó Istennek megélek. De azt tudni kell, hogy nem véletlen voltam én is a feleségemmel együtt 3 évig külföldön. Szóval, mint külföldön, nettó mi fejenként 1500-1500 eurót adózva hivatalosan megkeresünk, mint magyar, igazából migránsok Németországban, addig itthon ezt egy országgyűlési képviselő keresi meg. És hogyha nem jön be a politika, nem lesz országgyűlési képviselő, akkor visszamenek külföldön? Én visszamennék, a feleségem nem szeretne, mi magyarok vagyunk, úgy gondolom, hogy ez április 8-a után megnézzük, hogy Magyarországon hogy döntöttek az emberek, és egy nagy levegőt veszünk, és elgondolkozunk. De jó pofa. De menne, vagy indulna, igen, szerintem. Igen. Nagyon tetszik a kamera neki. Igen. Hatikám, kölcsön adhatnád, úgy érzem. Szia, szia szerelmem. Szia, mondja, nyilatkozzál. De helyes, azt mondta, hogy mondja szerelmem. De hát akkor hány szerelme van? Mondja, 2. A kedves felesége, a baba, a lovak, a serlegek, a politika. Jaj, megfogta a hajat. Azért csatlakozott a Jobbikhoz, mert hogy konkrétan Bona Gábor hívta fel, és nem Lázár János, mert akkor lehet, hogy ott maradt volna, ha bocsánatot kérnek öntől. Lehet? Én úgy gondolom, hogy ez a különbség a Fidesz és a Jobbik között. Értem én a történetet, de hogyha azt mondják a Fideszbe, hogy bocsánatot kérnek öntől, vagy felhívja a Lázár János, és azt mondja, hogy figyelj, majd elsikáljuk ezt a történetet, akkor ott maradt volna? Én szeretek a győztesekhez tartozni, és most jelenleg a Fidesz leszállóágban van, én úgy látom, itt a térségben abszolút az összes... Én értem, de hogyha Lázár János hívta volna fel, akkor ott maradt volna a Fideszben is. Asszisztált, mindig megint csak azt kérdezi, akkor tovább vitte volna a Fidesz politikáját, és végignézte volna azt, hogy hogyan tüntetik el az önszavaival élve a milliókat. Ha megnyertük volna a 2 világháborút, akkor lehet, hogy egy hercegnő lenne, én egy herceg, és itt kocsikázni. Egyet értett a politikájukkal. Egyet értett a politikájukkal. Hát a Fidesz politikájával, hiszen ott volt közöttük. Látta azt, hogy kifolynak a milliók? Látta? Igazából az csak az utóbbi 2-3 évben. Látta? Tett valamit az utóbbi 2 évben? Kiszállt onnan? Hát ha valaki tett érte, akkor én tettem. Na érti, hogyha Lázár János felhívta volna, én ott marad. Nem maradok ott. egyetértett, nem tudom én, Vona Gábornak a tevékenységével? Látta, hogy hogyan politizál? Milyen elveket vannak a Jobbikban? Én úgy gondolom, hogy az egyetlen olyan párt, ami megújulásra alkalmas, és teljesen abba az irányba megy el a Jobbik, hogy minél szélesebb réteget elérjen. Ugye az, a radikális részével is volt, hogy egyetértettem. Melyik részével? Igazából... Húzászlégetés? Azzal speciál, nem az, hogy egyetértettem, akkor én még nem voltam így köze a látta. Hallottam, láttam, de ennyire én nem mentem bele. Én helyi szinten, helyi politikus vagyok, illetve egy szakmához értek. Jó, antiszemitizmus, azért... A világon mindenhol van antiszemitizmus, én nem gondolom, hogy a Jobbik egy antiszemita párt, soha nem volt az. Nem volt az soha? Nem. Úgy érzi? Nem. Forduljon meg! Forduljon meg, és mondja a kocsisnak, hogy merre kíván. Kocsisnak? Jaj! Forduljunk meg. Nyugodtan degradálja meg itt. Hát így szokták. Itt, hogy a kocsisnak mondjuk? Nem merném. De hát... Fogadhajnó bajnok tömkelegével ülök itt egy kocsin. Azt olvastam az édesapjáról, hogy arra tanította, hogy nincs második hely, csak első. Jól olvastam? Hát mondjuk most az én számban ez nem teljesen jól hangzik, úgyis én már mindent megnyertem, tényleg amit lehetett. Azt hadd vigyem már én azt az ásót. Ja, jó. Ha leginkább valami legyen már kezemben. Eszembe nem jutott, hogy most ide jövök egy politikussal kincset keresni, másért kutakodnék egy politikusnál, leginkább ott a házatáján valahol. Látja, milyen kincseket lehet itt találni az erdő közepén, Nagykáta mellett. Kincseket, tópénzeket, érti? Ki tudja, merre járnak azok? Igen, hát ha a Fidesz-szel forgat, akkor azokat, itt nálunk azért más ne jellegű keresem? Kincseket. Jaj, nem ám, most komolyan? Na, mesélje már, hogy működik ez a cucc. Elég jó. Ez úgy működik tulajdonképpen, hogy nagyon sok patkót elhagytunk az évek alatt. Önök? Mi, illetve a lovak. A lovak, hát így van. Megyünk, jártatunk, vágtázunk, stb. És leesik alulról a patkó. Szőkének nézett? Most hát, na, vigyázzon, nálam van egy ilyen ásó. Bár most már azért egyre inkább ért a lóhoz. Hát. És olyan homokos terület van itt, hogy még ha látom is, hogy hol esett le a patkó, de ugye mondjuk egy fél óra múlva tudok érte visszamenni, aha, nem találom már meg. Most, ha megtaláljuk a patkót, és visszaütjük, itt jár egy jó kis jel, ha visszaütjük, az mondjuk 2000 forintba kerül, ha viszont újra meg kell patkoltatni a lovat, és ki kell hívni a főkovácsunkra, stb., az 12 000 forint. Úgyhogy ezáltal rábeszéltek egy ilyen gépre, ami egyből megmutatja, hogy hol van a patkó. 10-ből 10-szer találok valami kis apróságot, na most nem kell nagy aranyakra gondolni, stb. 1800-as, 1900-as évekbeni pénzek, legfőképp egyébként a két világháború között. Itt. Találhatna nekem, igazán. Úgy, most azt mondja, hogy itt, ha itt ásnék, akkor valami lenne? Igen. Hány méterre kell ásni? Nem tudom, lehet, hogy valami kis szemét, lehet egy eldobott kupak, megmutatom. Ne szórakozzon, nagyjából kupak, én nem ásom. Elkérem az ásot. Állítsa be úgy, hogy oda lehet állítani ilyen érmére. Itt ásunk egy kis földet, és megnézzük, hogy most ebbe van-e. Egyelőre azt mondja, hogy nem. Most ne hülyítsen már, ennyit kell ásni. Ez már kinn is van. És akkor na most ez nem, úgy kell, nem úgy kell, nem elnézést. Miért? Megfogni egy kis kupacot. Igen? Abba és van benne? Igen. És na utána hát egy kicsit le kell redukálni. Ez kamu. Na. Na, kutya, menj innen. Kutya! Jól van, Csonti, jól van. Ezt benézte. Csonti, menj már innen! Mennyi Csonti, jó, már ő is érzi a kincs szagát. Aha, hát... Nem néztem be, megmondom őszintén, mi baj. Bármi megzavarja, ha önön is van egy fém dolog. De nincs rajtam semmi. Ja, ne fogja már erre, mondja azt, hogy ne. Nem ért hozzá. Ezt nem akarjátok látni. Ez egy... Ilyennel van sajnos teli egyébként a föld. Doboznyitó. Vagy ez mi? Megint, ez egy ilyen nap. Látja, dolgozni és azt kell. Mennyire látja, pont beszélgettünk ma arról, hogy azért egyre több képviselő ellen történik feljelentés. Ma éppen azt mondták, hogy Gyúcsán Ferenc fogja feljelenteni majd Lázár Jánost. Nézd, aki közpénzt lop, vagy a közpénzzel visszaél, annak ha politikus, ha nem politikus, de bűnhődnie kell. Ott van az én közvetlen főnököm, a Magyar Lovas Szövetség alelnöke, Mondok József, akivel személyes jó viszonyt ápoltam, viszont ugye kiderült, hogy 2 vadászházat is épített közpénzből, és vissza kellett fizetni ezeket a támogatásokat, ugyanúgy Zsákváros polgármester és a Magyar Lovas Szövetség alelnöke. A Nemzeti Vágta főszervezője és a szilvásváradi 7 milliárdos Mészáros Lőrinc által tervezett, építetett beruházás tanácsadója. Ezek nincsenek jól ebbe az országba. És a kormány.hu-n el lehet olvasni Lázár János levelét, aki szintén teljes mértékben kihátráltak Mondok József ellen mellől, és mégis ő tulajdonképpen ugyanabba a pozícióba mind a mai napig tevékenykedik. Kincskereső, fogadhajtó politikus. Hát, apukája mondta, hogy van baj. és még csak 36 éves vagyok. Édesapja azt mondta, hogy csak az első hely, másodikkal elégedett lenne? Nem. Nem? Nincs veszítenivalóm, de ahogy ugye a Jobbik is elvárja tőlem, ugyanaz a saját magamtól is az elvárás, nem a tisztes helytállást szeretnénk itt megvalósítani, hanem a győzelmet. És ön szerint a privát szférában tisztesen helytált? Ezt majd a nézők eldöntik.